A betegek, látogatók nem csak a kórház parkolójából tudnak eljutni az épületig. Így a távolabbi utcákban parkolók érdekében került egy zebra az úttestre. A kórháznak az új bejáratánál, ahol a sürgősségi osztály található, ott egy új gyalogátkelő került kialakításra. Természetesen a megfelelő műszaki tartalommal, tehát itt értem főként a megvilágítást. Reméljük, hogy ezzel ott a Kossuth Lajos utcának a forgalmát egy kicsit biztonságosabbá tudtuk tenni. Néhány hete két diák szenvedett balesetet a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény melletti zebránál. Így itt is indokolt volt, hogy az úttestre forgalomlassító kerüljön. Hiába volt kint korábban is az alacsonyabb sebességet előirányzó tábla. Úgynevezett ilyen rázókövek lettek beépítve. Annak a célja, hogy az ottani gyalogátkelő helyen, főként, hogy a gyerekek használnak, arra hívja fel az autósok figyelmét, és reméljük, hogy ez is, tehát a balesetet meg fog előzni, és sajnos az utóbbi időben történt egy sajnálatos baleset, reméljük a jövőre nézve ez segít ahhoz, hogy többit elkerüljük. Sokszor érkezett kezdeményezés a lakosság részéről, hogy hol lenne érdemes változtatni valamit a közlekedők biztonsága érdekében. A közút elsősorban az autós közlekedés szolgálja. Tehát annak se látunk nagy értelmét, hogy 20 méterenként, 50 méterenként főközlekedési utakra tegyük zebrát. Úgyhogy megpróbálunk egyfajta kompromisszumot ilyenkor kialakítani, és ahol mi is észszerűnek tartjuk, ott azért fogunk gyalogátkelőt helyet kialakítani újonnan is. Egy közlekedésmérnök segítségével bírálják el a bejelentéseket, hiszen egy új gyalogátkelőhely vagy forgalomlassító kiépítése akár milliós nagyságrendű is lehet.